A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Napóleon fütyje, hallottátok? Érdekes. Miért csattant? Most már azért nem nagyon. Nem hallottátok? Nagyon. De érdekes a dolog, hogy hogy lehet hozzájutni egy párizsi árverésen makró vagy mikropénishez. Makró. De várjál. Makhoz mikropénishez. Ez nem Napóleonnal együtt van? Képzeld el, hogy, nem, mert hogy kiderült, és ez nem is annyira régen egyébként, hogy Napóleon kis apró pici vesszőcskéjét eltávolították, amit ma egy amerikai urológus fia őriz, és egy angol tévéműsor kinyomozta a világ leghíresebb mikropéniszének történetét, ugyanis kiderült, hogy ez a nagy ember, aki egyébként a félvilágot meghódította, az 3,5 centis. Hogy azért... Ez hát aktív azért állapot, vagy... Képzeljétek el, 3,5 centis mikropénisszel élte az életét. De a történet egyébként szenzációs, tehát most nyilván nem a pénisz méretre akarom kiegyezni, igen. Csak hogy te árverésen meg tudod egyébként venni, vagy meg tudtad venni híres ez emberek pénizét, ezt a kis kukit. Ha. Igen. Mondjuk mindenre magyarázat, ha ekkora volt neki az orosz hadjárat. Igen, kompenzált. Igen. Van egy csatorna, Channel 4, ott híres emberek földi maradványait kutatják, és van erről egy sorozat, és elindultak a császári vessző nyomába. De jó. Császári vessző. A császári vessző nyomába eredtek, és az alig másfél hüvelyk hosszú szerv egy New Jersey férfi, Evan Latimer tulajdona, aki híres urológus édesapjától örökölte, aki 3000 dollárért vette meg a péniszt, vagy a pénishez hasonlító bármiféle kis szerkentyű, apróságot egy párizsi árverésem. Nagyon kicsi, azt mondta, de attól híres, hogy kicsi, mondta egyébként Latimer a műsornak, szerkezetileg tökéletes. Mondta ezt egyébként az idősebb urológus, igen. És az egyetem megröngenezte, és egyéb vizsgálatokat is végeznek rajta. És ő vette meg ezen a párizsi árverésen 3000 dollárért. Tehát ez nem is sok. Megért. Nem? Megért. Hát, de én azon csodálkozom, hogy eladták neki. Tehát, hogy szerintem itt egy nemzeti kincsről van szó. Hogy adhatták el a franciák? Ennek is az invalidusok dómjában lenne a hely a vörös szarkofág alatt. Bizonyám. Hát, de most nem. A Szent Ilona szigetére száműzött császár holttestéről maga egyébként az orvos... Az orvos vágta le. Én ezt nem tudtam. 17 tanút hívtak oda. Azért ez mennyire megalázó. Te a nagy Napóleon meghalt. Ott, ugye? Fekszel kiterítve, és ott fekszel. Csipeszt. Kisebbet. Még kisebbet. Ott fekszel kiterítve, te a nagy Napóleon. Körülötted áll 17 tanú, aki azért gyűlt oda, hogy levágja rólad a péniszedet. Még véletlenül se merüljen el a feledés homályába, tudod, 17 tanú. Hogy mindenki emlékezze rá, igen. A pénisz egyébként először a császár utolsó kenetét feladó pap birtokába került, aztán egy leszármazottjától egy antikvárius vásárolta meg 1924-ben, majd a francia művészetek múzeumában is kiállították, majd így került el az árverésre. Az utolsó kenetet feladó papnak a birtokába? Igen, hát ő azt mondta, hogy... fizetni a kenetért, valamit vinni kellett. Valami apró? És a jelenlegi tulajdonos azt mondja, hogy mindösszesen 10 embernek mutatta eddig meg, de soha nem készült róla kép vagy videó. Tehát nincs semmiféle képi anyag erről a kis mikropéniszről. Na most azért azt honnan tudják így 100 vagy 200 év elteltével, hogy azért az eredeti? Tehát őrizgetsz ott egy ilyen kis 3 centis és valamit megvetett 3000 dollárért. Értem, hogy van egyfajta... okirati bizonyosság, hogy azért ezt így megpróbálják archiválni. Most én kezembe jut mondjuk 16. Lajos pénisz, és elmegyek egy párizsi árverésre. Ha az övé, de azt be kell bizonyítani. Mondjuk úgy tudom, hogy itt viszonylag könnyű volt bebizonyítani, mert nagyon Josephine-es volt még. Azt nem tudom, hogy az a beteg, aki adja, vagy az a beteg, aki megvesz egy fütyit 3000 dollárért. De most itt lenne 16. Lajos fütyje 8000 dollárért. Össze akarnánk dobni? Össze.
jönne ide nekem mondjuk egy kerepes tartsai lakos, azt mondja, Bali, tuti biznisz, megvárnak te rád, 16. Lajos. Fütyje, 8000 dollár. Megvennénk? Meg. Hát az mit csinálsz vele? Mi az, hogy elmondhatod, csinálsz? Hogy nálad van 16. Lajos fütyje? Hát, de mondjuk inkább egy 14-kel. Tehát, hogy aki igazán komoly volt, mert ott az, amit tudom, még lehet csajozni is, érted? Már csak mutatom, hogy ez 14. Lajosé, ez meg az enyém, az érted? Ha olyan nap király volt, akkor mondjuk, igen, ha a 16. Lajos és a 14. Lajos között kellene válaszolni, hogy kinek, akkor legyen a 14. Hát azért mégiscsak híresebb király volt. Menőbb, igen, meg nagyobb, menőbb király volt. Mit csinálsz? Kiteszed a nappaliba? A nappal, és van egy ilyen kis vasárnapi ebéd, és jaj, ne, Lajos, már megint a fütyi, hagyjál már. Ez egyszer tudod elsütni a rokonoknál, másodjára már inkább adj egy jó konyakot. Fügy ma, fügy holnap. Nem áll, Lajos, tedd már el, nem, érted? Tehát, hogy egyszer megmutatod, összegyűlik a rokonság, mindenki szájtátva nézi. Megvetett 3000 dollárért, learatod a babérokat. Ötödszörre veszed elő Napóleon fütyét. És fütyét. Átok a cigisztek ott kandalló mellett is. Iszonyatosan szív... Lajos, tedd már le, hagyjál már, érted? Tehát ha ötödszörre nem akarod még megnézni. Még egy selfie valakinek? Na most mi van akkor, ha ne adj Isten velem történik mondjuk ma valami? Igen? Ajaj. Az elsők között. Bemegyek. Én tanúskodom szívesen. Ott van valami... Feladom a kenetet. vicces hangulatú kis korboncnok, érted? Igen. Most tényleg kicsit morbid, de tételezzük föl. Engem ott kicsit aha. Meglop. Igen. Most kicsit vagy nagyon, az legyen az én titkom. Meglop. Igen. Érted? Igen. Akkor neked tudnod kell az azonosító jelet, hogy miről ismered meg, ha mondjuk egy hónap múlva egy korboncnak előáll azzal, hogy nálam van Bali Vermax sisakja, és nemzetközi, nemzetközi aukción 15000 euróért akarja eladni. Honnan tudjuk, hogy Baliról mit szedtek le? Ha drága, akkor az jó. Ha nagyja azt mondja, hogy figyelj, Jani, 600 forintért odaadom, csak vedd el, akkor érted? Tehát honnan tudom, hogy rólam, vagy rólad nem fognak levágni valamit? Négy tanú mellett. Hát, hogyha Feriről vágnak le, érted ott azért, ott az jut is marad, és érted, kilókat lehet úgy eltávolítani, hogy fel se tűnik. De... Jó, hát amit Feriről levágnak, az neked jó lesz hálózsáknak. Megveszed és belebújsz. Csak ráhúzod a bőrkét, és tényleg ennyi. Érted? Hát az kemény. Igen, és akkor most gondold el, hogy készítenek majd ilyen fél képeket, hogy a baloldali képen egy Marék Mazsola láthat, a jobb oldalon pedig Balázs. Nemesebbik része. Igen. Bücsök, gyere ide. Figyelj, nekem az alján van egy pici anyajegy. Igen? Aha. Egy nagyon pici, de nagyon cuki. Meglátnád, vele szeretni. Nem, most megnéztem. Pici anyajegy van rajta. Jó? Ha bárki bármikor odajön, mert esetleg előbb megyek át a más világra, és elad neked valamit, tudd, hogy egy adott ponton, hogy csinálják róla egy fotót. Megmutatom. Jó, tegyük fel a Facebookra. Jó? Hogy van egy anyajegy. Jó? Én neked mi van? Mondj valamit. Én az anyajegyről tudtam egyébként, hogy a Viki múltkor mesélt róla. Azt mondta, hogy olyan alakja, mint Új-Zélandnak, és lehet rajta látni Wellington. Neked mi van, tessék? Nekem? Hát van valami? Tudnom kell majd valamit, ha odajönnek seftelni valahol az ecserin? Kikerül esetleg? Nekem csak egy iszonyatos heg van rajta. Egy nagy csatának, igen, a Blitzkriegnek az eredmény, egyszer visszaverték csapataimat. Egy kerítés átmászás? De hogy egy ekkora ember, és gondold el, hogy ennyire megaláznak, hogy a 3,5 centis kis péniszét ott körbeviszik, és 3000, potom 3000 dollárért kelt el, nem? Csoda, hogy csak Moszkváig jutott. Ilyen. Mondjuk, figyelj, ha nekem szükségem lenne önbizalomra, akkor én is megvenném. Tehát megveszed, fölütöd a kis dobozkát. Ja, és azt mondom, megnézed. A nagy Napóleon. Mm-hmm. Becsukod. A nagy Napóleon. Értitek, ugye? Lecsukod a doboz tetejét, iszol egy konyakot, és már jobb kedvenet. Ez önbizalom növelés. Balázs. És hattal már jó vagy 6 centivel. Ezt nézzétek. Szóval, hogy önbizalomnövelése... És még ki se vettem teljes. Önbizalomnövelése egy ilyen tökéletes. Tehát lehet, hogy az urológus azért vette meg, hogy a saját önbizalmát növelje egyébként. Igen. Nem lehet, hogy ő így gondolkozott, azt mondta, hogy oké, szerezzünk valamit, ami kisebb. De hogy az és atya, megvette Napóleon. De hogy az atya minek vette meg? Tehát, hogy ezt miért, mert hogy urológus, meg mit tudom, korboncnok, meg stb. Meg relikvia gyűjtő. Oké, de a pap minek vette meg? Ők vajon ledílelték a Napóleonnal, hogy figyelj, neked nem sokára úgyis mindegy, ad nekem? Vagy Napóleon nem tudott róla, hát, és aljas módon kasztrálták.
Igen. Sőt, valószínűleg nem dírelték. Tehát azért ezt a Napoleonnak, a nagy császárnak, egykori császárnak nem mondod meg, hogy figyelj, tesó. Mindjárt te vége. Neked már mindjárt vége, egy finom csattintás, nem érzel belőle semmit, nekem az még jó. Hát ezt valószínűleg nem beszélitek ki meg. Hát többé mondták, hogy nyilván úgy akarták a testet betenni a koporsó, vagy előtte tényleg rendbe teszik, és akkor így mindenhonnan igyekeztek levágni a körmöt. És... és az is kérdés, hogy mondjuk, ha van ez a péniszkereskedelem, akkor az méret függő, tehát hogy a kicsi 3000, ha egy 6 centis egyszerről az 6. Akkor az lehet, hogy többe kerül. Nem, itt nyilván az az extremitás, hogy ekkora. Ugye, tehát egy ekkora embernek, nyilván, aki azért sok-sok millió ember felett uralkodott, ugye mégis milyen érdekes a dolog, hogy mi az, amit ad, és közben mi az, amit elvesz. Nem, hogy mindig a természet azért így tényleg az egyenlőségre törődött. Egy ekkora ember közben pedig egy ilyen kicsi pénisszel közben mennyi mindent megkapott, meg mennyi mindent elért. Nem? Persze, de azért tényleg ne legyünk elítéletesek vele szemben, mert azért a macska pöcse is kicsi, de könnyen van tőle a szemed. Jó, nézzük meg akkor, hogy mi az, amiből tőletek az élet elvett, és mi az, amit adott. Jó? Csak adott. És írjanak maga a hallgatóink is, hogy akkor nézzük meg, próbáljunk így egyfajta mérleget felállítani. Mit vett el, mit adott? Nézzük meg, hogy miből van. Most nem testileg gondolom, tehát nem testi tünetekre gondolok, hanem például te esetedben. Például te nem tudsz vezetni, ugye? Nem. Tehát technikailag teljesen ebből a szempontból... Totális antitalentum vagyok. Totális antitalentum vagy. De viszont fölmászik falakra, le tud futni egy maraton. Igen, de közben meglátsz egy falat, egy függőleges falat, és elindul a nyálcsorgás. Igen, föl lehetne menni rá normálisan egy lépcső, megkerülve a falat, de mire mi odaérünk, addigra te azon a függőleges falon fölmászol. Közben pedig egy technikai, tényleg antitalentum vagy, nem? Ennyi. Ugye, hogy milyen érdekes, hogy valamiben tök jó az ember, valamiben pedig egész egyszerűen nem. Ferinél mit adott, mit vett el? Hát nem tudom, hogy mit vett el, mert akkor... Képzeld, de mi lenne, ha nem vesz ilyen. Tehát mi az, amiből a kevés jutott például? Nem? Vagy mi az, amiből nem kaptál? Például a sport. Hát a sportokhoz való affinitás. Nem, ő adta a sportot, azt én utasítottam. Jó, arra te mondtad, hogy te mondtad, hogy nem. Az ellenállás. Például én nem látok, viszont jól ízlelek. Na, tessék, így van. Na, hát nem, ez milyen érdekes, ugye? Igen. Tehát neked elvett ugye fölülről, de adott alulra a szádra. Adott. Ahova nem lát el, oda elér a nyelve. És ne felejtsük el, hogy körbe tekeri a csuklóját, ugye? Ami a szintén nem egy elhanyagolható. Hogyha bemesztenül a szállószobába, hogy a kötelességét teljesítse, mindig meg kell emelnie, ugye, a küszöbnél, hogy nehogy megsérüljön a végig. Nem lóg még azért annyira. De ugye milyen érdekes, hogy van, amiben ad, aztán van, amiben elvesz. Hát na, az a Napoleon eset is ezt bizonyítja, hogy nem lehetsz azért mindenben tökéletes. Én egyébként biztos lehetek, vagyok benne, hogy itt ez is valahol a tisztelet jele volt. Tehát, hogy az atyának azért adták oda, mert az atya kérte, hogy egy erekje tartóba valamit. Csak aztán meglepődött rajta, hogy ezt adták. Nem volt nagy az erekje tartom, hogy jobb kész, tudod, vannak srácok, ilyenek. Istenem, szegény egyház vagyunk, nincs túl nagy erekje tartunk. Valami kicsit. Igen, de a balcombját adjátok. Azt ne kelljen tényleg megélnem, hogy mit tudom én, átköltözöm már a más világra, de valahogy még látom, hogy mi folyik itt ezen a síkon, és azt látom, hogy a három gyerekem, meg a négy hogy unokám... Hogy mi folyik kín? Igen, a három gyerekem és a négy unokám veszekszik a péniszemen. Érted? Ki a fassa el? Hogy kié legyen? Add vissza, ez az egyéb. Uncle Balázs pénisze, tudod? Uncle Balázs pénisze, és azt látod fölülről, hogy a három gyerek, négy unoka, nyolc dédunoka egymást öli. Hogy ki legyen egy magyar aukció. Nem? Vagy mondjuk ezt látnád te? Hát igen. Ugye? Hogy azért ezt így nem biztos, hogy meg akarod élni. Hát, na jó, nézzük meg a hallgatóinknál mi a helyzet. Mindenki nézze meg saját magát. Nem feltétlen testileg, de lehet testileg is írni egészen van. Nyugodtan. Hogy mit adott neki az élet, és mit vett el. Miben jó, miben nagyon nem jó. Jó, nézzük meg ezeket az ellentéteket. Ezek lehetnek, mondom, testi adottságok, tulajdonságok, de mindenféle más dolog is. Nem, ami nem egyfajta testi adottság, vagy testi tulajdonság. Miben nagyon jó, miben nagyon rossz. Jó? Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy mi történt Napóleonnal. Érdekes maga a történet, hogy lehet hozzájutni bizonyos test részekhez, ugye árverésen, mi mennyibe kerül, és hogy először ugye a pap vágta le Napóleon csúnyáját, ha lehet így mondani, aztán végül egy amerikai urológusnál kötött ki, ő nem mutatja meg senkinek, de állítólag nála van, és $3000 jutott hozzá egy párizsi árverésen. És arról beszélgettünk, hogy milyen érdekes a természet meg a teremtő, hogy ha ez valóban igaz ez a tori, akkor mit vesz el, és közben mit ad neked, tényleg te vagy a félvilág ura, és közben lehet, hogy egy egészségeset nem tudott együtt lenni egy nővel, nem? De közben mégis hát császár volt, és
és hát nem akárhány ember fölött uralkodott. És hát mit, tudjuk, mit vesz el, mit ad, miben vagy jó, miben nem vagy jó, milyen képességeket vett el tőled, de közben mit adott, amiben egészen jó vagy, nagyon érdekes SMS-ek jönnek. Tehát azt nem tudjuk, hogy aktív állapotban mit tudott azért, ez a 3,5 centi. Nem szabad elfelejteni, csak tényleg a történelmi hűség kedvéért mondom, hogy ő eredetileg tüzértiszt volt, tehát... Azért ott lehet, hogy nagyot szólt az a kis ágy. Igen. Na nézzük, hogy mit írnak a hallgatóink. Ugye a kérdés az volt, hogy nekik mit adott az élet, és mit vett el. Hát van, aki félig meddig komolyan vette, hallgatói nagy része nyilván megpróbált humoros SMS-t küldeni. Elvileg 170 centi magas lennék, ha nem volna akkora fejem, mint egy kosárlabda. Így 180 vagyok, írja nekünk Saki. Gyönyörű hosszú hajam van, de mi volt a kérdés? Kérdezi Marci. Tévét nézni mindenkinél jobban tudok, de nem lettem Batman se pókember. Az én isteni adományom a tévénéző izmom, írja Mila. Ez milyen szép, nem? Nekem rövidebb az egyik lábam, cserébe hosszabb a másik, nem küldték el sokan, csak 400-an ezt az SMS-t, igen. Ezt nem tudom beolvasni. Aludni és tévézni mindennél jobban tudok. Ezt írja egy hallgató. Oké, de mit vett el? Tehát ez az adomány. De mit vett el közben? Ugye azt is írt hozzá. Minden nap titeket hallgatlak, néha jókat nevetek, ilyenkor a munkatársaim nem értik, mi van, ugyanis Finnországban keraván élünk, hallom otthon borul, de itt végre felragyogott a nap, talán végre megérkezik a tavasz. +2 Igen, és hogy mit vett el és mit adott, szerénység nélkül semmit nem vett el, csak adott. Üdv mindenkinek otthon, szuper a műsor, jók vagytok. Ez egy pozitív. Igen. Picit messziről indul, de... De odaérte végére. Adott az élet 3 feleséget, de elvette az összes pénzem, írja Viktor. Ugye? Sziasztok, én főzni tudok, de nem nagyon. Vezetni is megtanultam, de az se 100%-os. Igen. Szeretem a szexet, de hogyha aludhatok, akkor az egy nagy dilemma. Most akkor lehet, hogy én nem is élek, mert semmiben nem vagyok jó, ki tudja. Neked azért van bajod. De én ezt bírom, én ilyen SMS-ekre számítottam. Szeretem a szexet, de aludhatok, akkor azért az egy nagy dilemma. Jó vagyok ebben, de nem is annyira. Nekem elvette az eszem, de kaptam érte egy feleséget, írja Zsolti nekünk. Sziasztok, a fejem teteje kopasz, de a fülemen és az orromban annál inkább búrjázik a szőr, írja Gábor Aszódról. De mennyiségileg megvagy, ez a lényeg. Igen, hát csak máshova tette a természet, igen. Az én szemem rossz. Vastag szemüveget hordok, de erre senki nem emlékszik, mert nagyok a mellett. Tényleg jó. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Szülés után adott szép nagy D-s kosarakat. Aha. Aztán elvette, nem hagytam. A plasztikai sebésztől visszavettem. Nagyon jók jönnek. Mirom. Tőlem elvett a péniszből egy kicsit, de adott helyette aranyeret. Az egyikkel sem vagyok elégedett. Kopasz vagyok, de a hónajam egy dzsungel. Köszönöm, hogy kaptam. Ezt Kocsó küldte nekünk. Nekem kockahasad adott az élet, de eltakarta egy kis pocakkal. Ezt Ati küldte nekünk. Engem elhagyott a feleségem, és elvitte magával a kislányomat is. És... ugyebár ott elvett, de valamit adott is. Tegnap kaptam egy olyan középfülgyulladást, hogy majd bepisültem. Írja Bazsó. Szeretem, amikor így tud valaki magán meg kicsit idézőjesen a saját nyomorán nevetni. Ez a túlélés egyik. Nem? Komolyan, egyik nagy titka. Az önirónia. A kulcs, és hát nem is tudom, titok a túlélés, ez az önirónia, meg hogy tudjál magadon egy kicsit nevetni, Ez nagyon jó. Elment a feleséged, a gyerekkel, viszont kaptál egy középül. Úgy fáj, majd megőrülsz. Valami ilyen, szintén. Igen. Sziasztok, nekem kicsi a péniszem, viszont nagy a púpa hátamon. Jó, hallgatóimban azért dolgozik az önirónia. Ronda vagyok, de cserébe hülye. Na, jó, itt még nem érezzük, itt van egy nagyon aranyos SMS, Kata írja. Én mindig szerelmes vagyok, viszont sose szeretnek viszont. Puszi, Kata. Ez is egy szép megfejtés. Szóval tud adni azért az élet, nem? De közben el is tud venni. Ebben ez az izgalmas. Még azt nézem, hogy miket lehet beolvasni. Nekem tehetséget adott az élet a nyelvtanuláshoz, a nyelvek tanulásához, viszont kitartást már kevesebbet. Ezért megy nehezen, írja egy hallgató. Hogy akkor tud jó lenni, csak nem tud megtanulni. Igen, ugye? Nincs hozzá türelem. Igen.
De azt szokták mondani, hogy a legnagyobb istoncsapása az, amikor egy tehetségtelen ember szorgalommal párosul. Igen, akarattal. Igen, és akarattal. Aztán egy másik hallgató ír, a szőke, válligérő, kék szemöldököm. Kék szemöldök. Hogy milyen szép dolgokat adott az élet, igen. Alacsony vérnyomást elvett magas adat. Elég jól nézek ki, írja egy hallgató. Szeretem, ez most mindenki azt bizonyítja nekünk, hogy van öniróniája. Ez jó, elég jól nézek ki, bár akkora orrom van, hogyha hanyat fekszem a kukoricásban, azt hiszik, hogy ott a csőszkúnyó. Na jó, oké, itt van még egy, azt nézem, hogy micsoda. Iszonyatosan sármos és jóképű vagyok, írja aha magáról egy hallgatónk, de görbe az egyik lábujjam. Ó, oh, hát szerintem ez valahogy ezt ez Zoli küldte nekünk. Igen. Mindig legyél zokniban, ezt tudom mondani. De az azért a zavaró tud lenni, hogy szinte minden tökéletes levet közöl mesztelere, és ott állsz egy rohadt görbe lábújja. Hát figyelj, ha egy eskanyar van. Vagy, ha tényleg egy de pont azért. Csúcs de pont azért. Szerintem nem fogja érdekelni a hölgyeket. Szerintem hogy... meg az Adonis típusú pasikat pont azért ott, hogy minden tökéletes rajta, és van egy ilyen. Meg attól függ, hogy miért van a görbület, és hogy melyik lábúj. Van egy eskanyar a nagy lábúj. Görbül, akkor oké. Hát igen, mert ha akkor a görbület, hogy pont bele tudsz rakni a lukba mondjuk egy napernyőt, érted? Akkor az már lehet, hogy... Akkor a strandon tudod tartani a napernyőt a nőnek. És egy záró SMS, gyerekek. Csak hogy milyen jó arcok a mi hallgatóink, tényleg, a mi családunk, tényleg, aki Klassz FM-et hallgat, abban van önirónia. Imádok énekelni, és bennem van az X. Csak sajna a lábamban. Hát ez szenzációs. Ami a mellemből hiányzik, azt a fenekemre kaptam. Írja még nekünk, Anni, köszönjük szépen. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Már el is döntöttem egyébként, hogy tíz után helyre is fogom rántani a hangulatomat egy kis mákos gubakortával. Valami kis vércukor emelés? Éreztem, hogy ez lesz. Ha már... Igen? Csak ne felejtsétek el. Ha már, homá. Ne felejtsétek el. Igen? Inkább te ne felejtsd el. Ha majd sötét lesz, hogy az éj sötét. És tele iszonyattal. Ah, ez is a fényből van. Honnan van? Jusson eszedbe. De zenét alá. Jusson eszedbe. Nem lehet így félni. Nem? Így Jani. Ugye? Erre kell a Ferinek gondolni. Pontosan. Ez és színeset a fehérrel sosem mossatok össze. Ezt is mondja. Az éjsötét. Tényleg hasznos. És tele iszonyattal. Ezt ne felejtsd. Jó. Ezt ne felejtsd. Már csak mondom, Fehérváron süt a nap. Tessék. Mm-hmm. Látod? Hogy csak itt van. Csak, itt, ahol mi vagyunk, csak itt, ez ahol lehet, hogy csak vagyunk. Fölötted áll az a rohadt felhő. Viszont követ egy ilyen felhő? Ott nincsen olyan mákos gubatorta, amit én fogok majd tíz. Lehet, hogy tudod? Követ egy ilyen felhő, amit az agyamban megteremtettem, és jön utánam, és mindenhol sütanam, csak az én agyamban van szürkeség? Ez az is lehet? Az a baj ezzel, hogy ez nekünk is, tudod? Hogy ez most egy fölöttünk is van. Aha, igen, ez most mindig kollektív. Mindig van fölötted egy saját privát eső felhő, ami így megy utánad. Mindenki más fölött napsütés, fölötted meg ott esik. Van egyébként ilyen, amikor az ember úgy gondolja, hogy így minden összejön. Igen. Az éjsötét. Na jó, beléd folytattam a szót, mit akartál mondani? Két dolgot akartam, egyrészt a pénteki receptre jött a reflektálás, hogy a kólás csirke zseniálisan finom lett, köszönjük szépen, aki megcsinálta. Én nem tudtam megcsinálni végül, képzelni. Hát pedig a fiú buliba azt kellett volna. Igen. Nem volt. Ment be a boltba, egy keresztet formálva az ujjaival. Kettő dolog hiányzott, a kóla meg a csirkemell. Egyébként minden megvolt. Mindenre nagyon felkészültünk, se kóla, se csirkemell. Az egész sütögetésből nem lett semmi. Nem baj, fiúbuli jó sikerült ez a lényeg. Ez jó volt, átjöttek a fiúk, de mire oda kerültünk, hogy süssünk, addigra már nem akartunk sütni. Majd legközelebb, majd tedd el szépen a receptet. Kóla, még keverni, sose szoktuk. VPK nagybika. Pedig mondtam nekik, hogy nagy receptet hallottam, gyerekek, nagy receptet, és hogy mindenki kicsit úgy ráindult erre, de mondom, mire oda kerültünk volna, hogy süssünk, addigra már nem akartunk. Addigra már mindenki rendelt valamit, úgyhogy nem volt sütés. Ez a kólás recept izgat. Mondott a Feri. Ja. Nem, ez a szokásos pizza rendelés volt, stb. Tehát süssünk, tudsz-e? Na jó, mondom a számot, 0-23, de mondom, gyerekek, hát receptem van, jó, adjál már, az jó songukú, érted, azt nem lehet lenyomni. De jó pizza volt, egyik. Megvártátok, amíg kienged? Ugye, pizza házhoz rendelésben nincs nagyobb nálam. Királyban. A legnagyobb vagyok. Fejből nyomod a számot. Ez is a homeopátia. Ebben a két dologban verhetettem. Három dolog. Biorezonancia, homeopátia, pizza házhoz rendelés. Tehát ahogy én pizzát rendelek, úgy senki nem rendel. Fejben olyat teszek neked össze, hogy mind a 10 ujjadat megnyalod. Na arra lennék egyébként kíváncsi, mert azt még nem hoztál.
hogy hogy csinálod. Annyira italomán vagy, hogy neked pizza nagyon recepten. Jó pizzát kell hát csinálnod. Hát ott kezdődik, hogy legyen egy kemencéd otthon. Tehát, ugye, ja, igen. Vigy egy jó kemencéd. A tizediket. Mert hogy oda kell a sok száz fok, amit a sütő nem biztos, hogy tud, de akkor hozok azt is, mert az is van. De ez mind kicsinség, gyerekek. Ahhoz képest, ami történt a hétvégén a világban, és na. Ti, akik becsukott szemmel, elvakultan néztek egy irányba, és nem veszitek észre csak az élet. Na, csak na, a hülye na. Sorozataitokat nézitek, és nem veszitek észre az élet gyönyörű dolgait. Tudod, hogy mi történik Westerosban? Annál én sokkal többet tudok. Hm. A hit... Mi lesz a sárkányölővel? Vagy a királyölővel? Ez is kiderül mindjárt. Mert a hit utat tört magának. Megtértél? Csak a Lannisterekről lehet szó. Vasárnap történt veled ez a csoda? A Gyömrői úton? Igen. Sütörtök volt a Méta utcában. Vártak egyet, és bemerítettek. Ha ti azt gondoljátok, hogy most viccelek, akkor na. Ti nagyon-nagyon komolyan tévedtek. Hát most már ne csigázz. Magyarország egyik ikonikus figurája. Nem ismerte. Magyarország egyik ikonikus figurája. Értettük, János, köszönöm. Egyik ikonikus figurája. Egy olyan szeget vert be. Hát mondom, hát most már ne. Ne. Hát most már tényleg mindjárt. Nem lehet komolyan kapok. Beszélni. Mondom na. Nektek a figurát, a központi figura. Igen. Hajdú Péter. Azt, ami Magyarország ikonikus és figurája. És ki az ikonikus figura? Igen. Jó, és akkor most kiről fogunk mi beszélni? Volt még ott? Ki kiállt még mellette? Kérlek igen. Szépen. Noncsi, a kislánya, és innentől kezdve nem viccelhettek a sztorival. Noncsi. Igen. Péter igen. A saját Facebook oldalán tette közzé a megvilágosodást, és azt, hogy a családban ezt én is történt. Keresem egy ideje, akkor elmondhatja, hogy jutott el oda. Egy picit féltékeny vagyok, hogy beelőzött. Látod, tőle nem vártam. Csoda történt a családban ugyanis. Aha, komolyan? Igen. De megérkezett nem. A frisbee-nek a nézettsége feloldódott a nirvánában. Már szabad szemmel nem is láthatok. Micsi, a hedővébe köpogott egy vacsárnapi ebédre? Aha, tessék, nem hedővé, hát az keresztapa. Az mindennapos náluk. A Noncsi keresztapja. Az ott náluk mindennapos. Na várjál, próbáljuk kitalálni. Gyerekek, nem facebookozom. Akkor a hír, hogy tehát a Facebook oldalán külön posztot szentelt ennek, Noncsival kapcsolatos, és az egész Hajdú családdal. Aha. És azt gondoljátok, hogy vicces a sztori, egyáltalán nem, az nagyon-nagyon komoly esemény történt. Első áldozott a kislány? Nem. Nem, a túlélés maga az, a dimenzió, amit ti még nem tapasztaltatok megtalálta meg. A hűtő kulcsát, amit Peti miatt dugtak el? Peti győzött a fánkevő világbajnokságon, és megevett 26 krémes. Ez az! Igen, beleszorult a fejen a nutellás üveg. A török bálinti fánkevő versenyt Peti megnyerte, vagy nem, mi történt? Az eltűnés, a megsemmisülés és a feltámadás, az újraéledés. Azt a mindenségét neki, gyerekek, én meg mindenféle sorozatokkal mulatom az időt, mint tőlem néhány kilométerre ilyen nagy dolgok történnek. Igen. Ott Budapest Beverly Hills-ében, ahogy Peti fogalmazott, ahol a kéhetett. Noncsi elkezdett... Budapest Beverly Hills, ezt ő mondta. Igen. Noncsi elkezdett siklóernyőzni. Az apja egyik alsókatyája. Tegyél még rá, majd mindjárt megtudod, és le fogsz döbbenni. Hathaway mesztelenül nudizott a Hajdújéknál, és csináltak róla egy légi felvételt? Vagy mi történt? Noncsi meglátta Hathaway csúnyáját? Mi futott? Fölüböltött. És azt hitte, hogy ébenfa. Nézd, apa, nézd! Apa, ébenfát ültetetek a kertbe, nem csak Hathaway bácsi napozik. Hanyat. Tavaly évben történt egy tragikus esemény. A Hajdú családban. Aj, ne jó, akkor ezzel ne vicceljünk. Na, hát most akkor viszont váltsunk komolyra. Hmm. Tényleg? Igen. Mi történt? És ez a tragikus esemény. Léket kapott az úszómedence? Nem. Mi történt? Az egyik szolárium elromlott? Nem, cigányútra megy fél oldal a szalon. Mi történt? Elfogyott a Mirelit pizza, vagy mi volt? A lényeg az. Igen? Hogy eltűnt. Mi tűnt el? Megcsinált, lopnak? Most megkerült. Betörtek a Hajdújékhoz? Megkerült isteni mi? Jelek alapján. Új... Lopna, várj, nem mondd el. Lopnak eltűnt, megkerült. Aha. Hm? Peti köldöke? A kertben történt az Peti sminkes tükre. A kertben? Ja? Nem Peti sminkes. A kertben tűnt el valami. A kertben tűnt el, és már lopnak is. Kertben lett meg. Atya is, ja, szóljuk el előtt. Mi tűnhetett el tőlük, ami nagyon hiányzik nekik. És aha, akkor biztos a Peti telefon tűnt el a saját kertjükbe, és volt rajta néhány olyan felvétel, amit Kattáról saját magának készített, de ezek a felvételek előbb valamelyik bulvárlapnak a címlapján fognak előkerülni. Na most nem, mert akkor nem került volna elő a telefon. Tehát aha. Akkor az van csak, hogy eltűnt. Túlélte az őszt, az esőt. Túlélte a fagyot, a havat a télen. Na jó, hát az ez most nem volt. Aha. Ez nagyon nem volt. Ez csak a viharban született káleszi lehetett. ja, tényleg, ez csak, aki tudja, miről van szó, az érti, aki nem tudja, annak most fogalma nincs, hogy én miket mondok. De mi történt?
Mi lehetett az, ami nagyon hiányzott nekik, és túlélt mindent? Na, mit tűntem? A család egyik fontos alkotó eleme. Aha. Várjál, csak akit a gyerekek testvérként ellopták szerettek. Ellopták az X6-ost. Ja? Majd visszahozta a Peti. Hát gyerek, én nem Facebookozom, én csak azt nézem, ami a Morning Show Facebook oldalán történik. Egy 10-es pak vaníliás gumi. Na, mit tűntel tényleg? Akit a család testvéreként szeretett, a két gyerek, a Péter két és Kata gyermekükként nevelték, eltűnt tavaly. Hát most már hallod, berakok egy inkontinencia betétet. Hát és most meglett, ezzel bírom én is. Meglett egy kövönült a kertben, és napozott. A Delhuszeg Joni. Tavaly tűnt el a hajdújék kertjében. Igen, egy lótuszülésbe, aztán eltűnt egy nagy csomag a var alatt. Igen. Sétálok egyet a kertbe, mondta Delhusz a John hajdújéknak. Egy éve nem találják. És az, hogy visszatért az a hit, igazi bizonyíték a Péter számára, aki eltűnt és visszatért. És ez mind a Facebookon. Gyerekek, hát én izgalmas dolgok történnek a Facebookon, megyek én is csinálok menni, egyet. Kutyafáját le vagyok maradva, komolyan. És na, mi volt ez? A görög teknős. Azt! Hát! Na most, hát de most komolyan befosok. Atya úristen. Eltűnt a teknős a kertben, visszajött, és ez isteni csoda a Petiéknél? De mi történt? Hát mert tavaly nyáron kihagyták, kivitte Noncsi játszani egy picit, és ott felejtette, be kellett rohanni valamiért, és eltűnt. Hús, a görög teknős eltűnt. Na jó, de berohadt házba, és ő is eltévedt, vagy valami. Hát hogy mekkora az a ház? Hát, hogy... Vagy mekkora az a teknős? Én nem voltam még. Hogy kint hagyták a teknős elmászni. És egy görög teknős nem éli túl a telet. És túlélte a telet. És túl. És most előkerült. Együtt imádkoztak érte minden este, hogy legyen meg a teknős. Mekkora egy görög teknős? Én nem tudom. Nekem nem mert én azt tudtam, hogy a Peték házával egy fürdőkányi görög joghurt sem éri túl az egy órát, hogyha Peti ott van, de hogy... De hogy egy görög teknős... Nem ért vagy. És ez most a csodatétel? Tehát a török bálinti csoda? Ez így van. Na, ez most mondtad ki. Ez a török bálinti csoda? Igen. És mit csinált? Szegény teknős így elindult a ház felé, és hónapokig csak ment. És visszatért. Úgyhogy kegyhely, emlékhely lesz Péterék házának kertjében. Élő. Így van. Ott napozott a kis teknőske egy kövecskén, és most megtalálta. Na, de most él. Hát de eddig is élt. De nem azt, hogy túlélte? Ja, tehát, túl. Hogy vannak testi jelei annak, hogy ő él, igen, vagy pedig mozog. Csak még mindig ki van. Nem. És így tehát nem ott belőle. Áll, így megfagyva. És körülbelül az élősködők járkának ki belőle. Most honnan tudod, hogy üljön az a teknős bemutatkozat? Na, ez az. Jó napot kívánok. Szia, Peti. Kicsit megéheztem, mint a tél alatt. Nem azt mondja, hogy hallgassuk ki. Miért? Noncsi. Noncsi. Hallgass. Merre Noncsi. Noncsi. Görögül beszéltem. Ez meg mi volt? Biztos nem a teknős. Tehát bemutatkozott, hogy én ugyanaz a teknős vagyok, ami eltűntem, és most itt vagok. Vegyetek vissza a kis terráriumba. Hát egy jó gazda fölismeri a saját teknőség. Így van. Meg hát ugye a Petieknek minden ingóságára rá van sütve egy HP embléma a tetején koronával, hogy az az övé. Hogy nehogy véletlenül elkeverjék át, tudod, mint a lovaknak az oldalára. És akkor most ez ugyanaz a teknős. Mi van, ez a teknős közben lefialt, és csak a kis csak így a fia lett meg. És az apa még nem tudom, mennyi ideig, nem tudom, készül egy teknős arra, hogy ez még gyerek teknős volt, hanem görög teknős megnő ilyen nagy 25-30 centisre, de ugyanennyi év alatt. Aha, ja, és most egy kicsit nagyobb, mint amekkora volt egyébként, tehát kerülgetni kell a Verdával. A büdös francál, a fűtött kocsi beállóban. Szólok a biztonságiaknak. És egyébként tényleg biztos, hogy ugyanaz nem lehet. Én tudom, hogy a Peti nagyon sok mindenhez ér, de nem lehet, hogy rossz irányból nézik a teknős. Én hiszek, és neki, hogy ez nem ugyanaz a teknős. Hogy? Biztos, hogy előről látják? Úristen, úristen, benőttek a szemei, az a farka. Ja? fordítsd meg. Én még azt sem tudom, hogy hol van egy teknősök a kukija. Én nem tudom megállapítani. Megfogok egy teknőst, megfordítom. A teknőben. Addig nem kapsz enni, amíg meg nem mondod, hogy ez a teknős hím vagy nőstény. Hát gyerekek, nagy baj. Szerintem csináld azt, hogy nyalogás, akkor előbb-utóbb előkerül. De hol lehet? A páncélt nyalja, vagy páncél alatt. Figyelj, és arról nem szól a Petinek a Facebook jegyzés, hogy keresték is, vagy csak imádkoztak? Csak imádkoztak. Csak itt hozta vissza. Tehát keresés effektíve nem történt. Hát egy darabig akkor, amikor eltűnt, keresték, mert ugye nyilván a gyerekeknek nagyon hiányzott. Egyébként a gyerekeknek ez nagy trauma. Tehát, hogy a Beninek is volt különböző házi állata, amíg éltek ezek a házi állatok, ugye? Dennis a komiszt, abszolút Beni 2, tehát, hogy
Szeretik, tehát ők tudnak hozzáragaszkodni. Egy kislánynak, egy kisfiúnak, egy teknős elvesztés, hát ez egy komoly érzelmi trauma. De mit csinált ez a teknős tél engem? Engem az érdekel. Elvileg meg kellett volna, hogy fagyjon. Olyan, hát enyhetél volt, nem? Én nem tudom, mi egy teknős tűrés határa. Hát lehet ez valami vérteknek. Hát a levest nem bírják, azt tudom. Azt nem annyira szeretik. Lehet, hogy tényleg a fűtött kocsi beállon, telelt át, érted? Ott meg azért nem érhetem nagy baj. De mit elett? Hát, nem vagy tudom. Nem eszik sokat a télen egy teknős? Hát, itt a méretet elnyalogatott a terméskövet. Gyerekek, hát ez olyan, mint egy ilyen csodat. Csodatövő Mária szobor. Hát kérdezzük meg a Petit erről, hogy a török bálinti csodáról mire rácsörgünk. Ki ez imádkoztak ők? Tessék? Egy fiktív személy ez, vagy valamelyik aktuál politikus volt? Szerintem a királyvárba valaki ez. Igen. Kata, a biztonsági mindent mondjál bele. Ha a Buddhát, Jehovát, a jó Istent, a nem tudom mi, érted? Hedővény. Sikerült elérni a Petit. Itt van Peti, hello, jó reggelt! Szia Peti, jó ciao! Jó reggelt kívánok! Hello! Haj, de jó, de örülünk. De viccesek vagytok, úristen. Annyira örülünk neki. Jó, hogy korán reggel. Aludtál még, Peti? Amikor nem aludtam. Nem, most már nem aludtam, amikor Viki hívott, aludtam, de most már nem aludtam. Most már fölébeztetünk. Hosszú volt az éjszaka. No. Teknős kerestünk, mert megint elszökött. Mondjuk látlak téged egy szábokszer alsóban egy fejlámpával, hogy négy kézláb mászkálsz egyébként, és szólongatod a kis teknőzőt, hogy ez már egyáltalán nem vicces, gyere vissza. Egész éjszaka hidegvágót kerestél a hűtőhöz. Pont így van. Figyelj, milyen teknős ez a kis csoda teknős? Görög teknős, és már kettő van az a helyzet, mert ugye tényleg csoda folytam, hogy elmesélem, meglett Noncsi teknős, de egy évvel ezelőtt, amikor vettük, akkor Dávidka még elég pici volt, tehát baromira nem érdekelt őt semmilyen állat. Különben is előtte volt egy nyulunk, ami harapott, attól meg félt az egész család, és kitalálta a Dávidka, amikor meglett a Noncsi teknőse, persze nem nyulatott hozzá, hogy neki is vegyünk egyet, és akkor el kellett menni másnap, és vettünk egy görög teknőst Dávidkának is. Nagyobb terráriumot vettünk, és most benne van a két kis teknős, és mennek, nézik, figyelik, etetik, baromi aranyosak. Nyilván szép nagy a terrárium, gondolom, mint az akváriumotok, amiben Csalaci is szokott készülni. Figyelj, és akkor ez a teknős kiszaladt a kertbe, és akkor... Kiszaladt? Kikocogott. Kikocogott, mondta, hogy elmegyek futni egyet, Peti. Jó, menj csak, kis teknős barátom. Kis gazdám, kiszaladt. És aztán nem került elő többet, vagy hogy? Baromi érdekes egyébként a sztori, mert hogy tavaly a Noncsi február 14-én van a születésnapja, február 15-én van a születésnapja, és február 15-ére kapta. És nem tudom, tavasszal játszott vele itt a felső kertben, letette, az anyám szólt neki, Noncsika, gyere be, egyél csokapikot, bemen, evett, stb. Elfejtett, egy óra múlva kiment. A teknős sehol. A teknős meg csak kerestük, akkor föl kellett hívni a rendőrséget. Mondta a Noncsi, persze egy kamutelefon volt, de föl kellett hívni, hogy a Noncsi elmondhassa, hogy a teknősét biztosan ellopták a kertből. Akkor a Tornocki Anita kutyáját ide kellett hívni, keresnek, az brutális volt. Mondjuk azért nálatok keresztül is zajlik az élet, Peti, de ha unatkozom, átmegyek hozzátok, nem lakunk egymástól messze. De jó, hogy szakemberekre bízod a keresést. De aztán ezért kitettünk távba kaját, háthódon jön, figyeltük éjszaka. Na mindegy, semmi jelen nem volt, azt gondoltuk, hogy biztosan szegények annyi. A Noncsi mondta, mindenki, van egy teknősöm, de most nincs, majd hazajön. Valahol a kertben. És képzeljétek el, hogy a múlt héten, most nem tudom melyik nap, fönt ott a túljátnál kerestem egy labdát, és ott napozott a teknős egy közön. De már hogy napozott? Egy baromén egy szívószál volt a szájába, egy szombrero feltett lábbal ült egy hintágyba, vagy miből gondolod? Melegedett csak egyszerűen? Onnan nagy pont oda sütött a nap, és éppen körülöttem, hogy nagyjából árnyék volt, mert a túlják beárnyék volt. Bocsánat, bicsi átélem? Ez a kis okos teknős. Ezt nem tudom én sem. Szállítom a tenyésztőt, akitől vettük, és azt mondta, hogy hát ez valami nagyon nagy csoda, mert hogy ez a teknős, ez gyakorlatilag már terráriumban született, soha nem volt még szabadon. Volt neve ennek, vagy van neve ennek a teknősnek? Van, Turbo. 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 És aki átnézett a kertedbe, tényleg láthatott ilyet, hogy négy kézláb mész egy fejlámpával, és szólongat a Turbo. Nem, mert a labdát kereste. Hát ha be lehetne látni a kertünkbe, igen, de nem lehet a tujáktól. Na, szóval, és nézzétek, meg volt valami hihetetlen élmény, és komolyan mondom, tehát, hogy persze, hogy de úgy volt meg, hogy Anita.
Nagyon ügye vagy te. Na, szóval a lényeg, hogy baromi jó érzés, hogy meglett a Nancsi Technos, és olyan boldog az ott, és olyan boldog volt, amikor elmondta. De miért van félig a földben? Figyelj, Peti, és most tudod, hogy ő aztán szóltál neki, hogy turbó, és akkor odafordította a fejét, hogy volt valami kontakt? Tehát tudod, hogy tehát nem lehet, hogy egy másik technős? Nem volt, de görög technős körülbelül olyan, és ráadásul még nőtt is egy picit az ott az egy év alatt. Nem olyan sok görög technős potyog az égből itt Török Bálinton. Meg nem, ha csak valaki behajította az utcáról. Hát azért mondom, valaki hallotta ezt a sztorit, és bedobott. De hogy kerestetted? Tehát amikor eltűnt, akkor így szóltál így a biztonsági, hogy menjek, nézzenek körbe a kertben, és így mit tudom én, időnként így becipeltek valamit. Fél Albert Pirsa, fél Diós, nem értve. Mi a fene az a felső kert, Peti? Tehát így hívjátok a kis dűlőt, ahol hagytok, hogy ma másodszor mondod, hogy a felső kert az a 4-5 hektár mögötti rész. Nem, mert az elkünk ilyen elég meredek telekre épült, és akkor ha hátul kimegyünk a teraszon, a felső kert, elől pedig, ahol esetleg ki tudna menni a kapun, hogy nincsen elég magas a kerítés, és túlják vannak, tehát még el sem tud onnan szökni. Igen, olyan magas a kerítés, hogy a környékben csak hegyhátnak hívják. De nyugtass meg, hogy egy röpke 10 perces naplóanyagot azért láthatunk erről, nem? Tehát a trütkó már ott van a kertedben. Egyébként így van, de nem azért. Nem. Szóval nem, ez nem olyan szó, hogy írtam a Facebookra, meg azt gondolom, hogy nem kell ilyenekből bulvárhírt generálni. Ez mondjuk a te számból nagyon hiteles. Aha, vagy úgy. Lapozd már át az elmúlt hónapos sajtótermését, hogy helyet találtatta engem. Mi van, visszavonultál, vagy mi? Nem vagy annyit. Nem vonultam vissza, de hogy is nem. Vannak kollégák, akik mondják, nem, csak egész egyszerűen nem, bulvárra most nem vagyok. Igen. Hát, csinálom, de inkább nem vagyok. Mondták, hogy második oldal, vagy semmi, és mondtad, akkor inkább visszavonultál. Igen, mondták, hogy rövidre vág, vagy semmi. Igen, akkor hagyjuk a fenét. Jó, és akkor tettetek rá GPS-t, vagy nem engeditek ki, vagy most mi van? A kis tekivel most nem jöhet ki a terráriumban, most nincs nagy sétáltatás, nem? Gondolom. Most próbálunk rátenni ilyen GPS kartonnal, mindig látjuk, hogy merre megy, merre szaladgál a kertbe. Hát vagy súlyt, és akkor nem tud el. Nem, most nem viszik ki a gyerekek, hanem a terráriumban játszanak vele, meg lerakják a parkettára, borzasztó. Hogy a terráriumban játszanak vele, bemásznak hozzá, vagy? Hát persze. Nem, beteszik a kezüket és játszanak, egy kis A pontból, a B pontból. Gyere, most egyél, így áll. De mondom, nem szól, és nem ért. Nem, majd egyél, így áll. Na, igen, el vannak vele. Igen, hát a kis háziállatnak lenni gyerekeknél, az igen, azt Beninél is, az nem egy egyszerű. Az inkább tortúra háziállatnak, igen. De hát a gyerekek szeretik. De vegyetek egyet, nagyon jó. Figyelj, nem büdös? Nekem csak az a félelmem, hogy büdös. Nem, a görög technikus nem büdös. Lehet kapni olyan földet hozzá, amit fél évente kell cserélni, nem tudom, hogy milyen anyagból van, gyakorlatilag szagmentesíti az egész terráriumot. Aha. És nem unja meg a gyerek? Tehát tényleg hónapokig játszik vele? Mert akkor szívesen, csak félek, Beni kettőt fordítanára, akkor leraknál nem történik semmi, és utána nem. De hallod, etetik, itatják, hát ezzel szórakoznak. Hát ugye kicsit most nálunk a tékozló bárány esete, mert hogy meglett ez a teknős, és most tényleg csodaszámba megy. Tékozló bárány, az figyelj, olvasd már utána ennek az Ószövetségnek, mert itt valami megbillent. Na. A tékozló fiú az jobb. Igen, meg az áldozati fiú. Szóval mi van a tékozló teknős? Mi van a bárány? Vagy mi van a teknős? Szóval most jó dolga van, mert most kényeztetik, azt akarod mondani, nem? Egyébként új szövetség, Máté Evangélium. De mindegy. Jó. Szóval most elkényeztetik? Elkényeztetik, igen. Az előző, hogy nem tudom, hogy mennyire lesz érdekes egy állat egy gyerek számára, ez baromi fura, de szerintem, hogyha ott lehet, nálunk a Napoliban van a terrárium, tehát hogyha ott lehet és látja minden nap, akkor, és hogyha ha mondod neki, hogy játszol vele, hiányzol neki, akkor azt gondolom, hogy sokkal érdekesebbé lehet tenni egy állatot. De azt mondják, hogy igen, hogy az állattartás a gyerekeknek, tehát hogy gondoskodni valakiről, odafigyelni minden nap, a törődés, azt mondjuk tényleg baromi jól meg lehet tanulni. Nyilván a teknősnek nem ugyanez a vélemény, hogy nálunk nyúl volt, hát a nyúl szerintem 10 évet öregedett, és egy hónap alatt tovább kellett adnunk rajta, a nyúl vérnyúlá változott, annyira elvadult a Beni mellett. De a gyerek igen, szempontjából baromi... Harapott, igen, aranyosan harapott. Jött, és egy hónap múlva annyira megutálta az ott létet, hogy bárki, aki hozzá ugyanez volt nálunk. Ugyanez volt. De te is szereted egyébként az állatot, hiszen hasznodra van, gondolom, belétuszkolod, az a sok update hasznod. Neked kéne elfogyasztani, hogy edd már meg, mindjárt az olyan a kata.
Hasznos ez. Jó, figyelj, megpróbálok egy ilyen tekit. Mi gondolkoztunk, hogy a Beninek mit, nem akarunk komolyabb állatot, de hát teknősek... A Petének most van kettő. Halva az inger küszöbét, ez nekem tetszik. Vedd át nem, nem büdös, nem harap, és nagy valószínűséggel nem kell majd gyászolni, mert 100 évig élnek ezek a teknősök. Hát, vagy nem veszítik észre, hogy meghalt 20 éve. Lehet, gyerekek, egy ilyet lehet. Próbálunk ki, Feri, nálatok próbál, nálunk volt kettő is. Teknős? Persze, és mondjuk nem? Az ékszer volt a miénk. Hát az drága, hát ne. Gondoltam, mi vidékiek csapjunk oda nem, egyszer. Nem próbálunk ki? Lehet abban valami, amit a Peti mond, szerintem. Na jól van. Jól vagy egyébként? Minden oké? Nagyon köszi, tök jól, ha? Jól vagyok. Jól van. Második dalra készülsz már? Nem, még az első sincs meg. Ja, hát az elsőre készülök, még ez nagyon kemény lesz. A karatemestere meg egy japán fog vizsgáztatni. És lehet, hogy össze-vissza vernek, de mindegy, minden esetre gratulálok majd a győztesnek. De mi tényleg edzel? Vagy hát ő vizsgázni, komolyan csinálja. Hát igen. Na jó, hát nem tudhatok. Hát persze, ne hülyeskedj, mert barnőves vagyok, egy fiú. Én azért nem kérdeztem rá, hogy nekem is barnőmnek tűnt, csak nagyon régen vettünk már olyan újságot, amiben szoktad magadat. Ott azt hiszem, hogy elsárgultak a lap. Ez az itt a sárga. Peti, köszi, hogy itt voltál, vigyázzatok magatokra. Na, köszi, ciao, szia Peti, hello. Ciao, ciao. Ez a teknős nem rossz. Nagyon jó. Nagyon gondolkoztunk, mondom tényleg, hogy milyen állatot, valamit kéne, tudod arra tényleg, hogy kitakarítani, odafigyelni, gondozni. Én abban nagyon hiszek, hogy ez jó, ha egy gyerek megtanulja. Azt a teknős túléli, akkor jött a nyúl, ha a nyúl túléli, akkor jött a kutya, de hogy nem egyből kutyával kezdeni, mert azért az felelősségteljes döntés. Egy tekinél azért az talán visszaveszi az állatkereskedés, nem? Hát de szép cél! Igen. Jó napot kérlek, egy olyan állatot keresek, amit visszaveszik a hajban. Lehet ékszer teknős leasingelni? Van ilyen? Jó napot, igen, a próbaidőre keresnék itt egy teknőst, hogy ékszer segíteni. Hallod. Nem tudod, szóval, tényleg most húsvéti nyulaknál olvastam, hogy lehet bérelni. Ez egy tök jó dolog. Nem veszed meg, és nem marad rajtad, és nem kell megölnöd, meg nem sorvadozik ott a nyúl, hanem mondjuk 3 napra, és a gyerek fogékony, és törődik vele, és nem csak rúgdalja a ketrecet, és tényleg érdekli, akkor el tudsz azon gondolkodni, hogy mondjuk hosszabb ideig valamilyen kis állatot, de nem egyből kutyát, mert szerintem az egy komoly felelősség. Meg egy felelősségteljes döntés. Tehát például húsvéti nyúl bérlés, van ilyen, tök jó, nem? Mi megvesszük, örülünk. Hát csak valami masszív strapebíró darabot kell, egy kis rinocérosztotvorra, vagy valami, amiben nem tud kárt tenni egy gyerek. Együtt ébredünk, Morning Show, Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Mi az, amire a mostani fiatalok nem emlékeznek? Tessék, aki mondjuk 20 alatt van. Azt mondod egy 20-asnak, hogy találkozunk az Osztyapenkónál, nem tudja? Nem tudja. Aha. Vegyél föl a régi Osztyapenkónál. Az azt jelenti, hogy ott állj meg valamelyik benzinkúton, ahol ugye az Osztyapenkó nem volt. Vagy ott volt, ugye sokáig? Igen. És mutatott a messzi, messzi szép jövőbe. Mire nem emlékszem? Mit nem tud még egy 20 éves? Tessék, mi? Lassan, ti már 50-ek vagytok, én lassan 40 vagyok. Meg vagy ti közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz? Ezzel így, ezzel azért így felszoktatok, ez felszoktatok, mert ez jó. Ezzel közelebb vagyunk, mint az 50-hez. Oké, de hogy közelebb vagytok az 50-hez, mint a 30-hoz? Nem, néha nem ültök föl derékszögben, vizes lepedővel? Nem, jól érezzük így magunkat, semmi baj nincs ezzel. Igazából akkor mehetél volna, hogy még inkább biztos, hogy azt mondod, hogy közelebb vagyok az 50-hez, mint a 20-hoz. De nem, szerintem azért ezt így kimondani, igen, hogy gyerekek, közelebb vagyok az 50-hez, mint a 30-hoz. Az Osztyapenkóhoz. Jó, ugye, ez ugye, egy, ugye, most ugye, egy picit ugye úgy érzem, hogy ez egy mellékvágány. De nem már te le is közelebb vagy az 50-hez, mint a 20-hoz. Igen. Na, milyen érzés? Szármi? Nem jó, ez múltkor jöttem erre rá. Felsikoltottam. Na, szóval, hogy... Igen. Mit nem tudnak a mostani 20 évesek? Tessék, mi az, ami régen volt, és amit most nem tudnak már? Tehát beszélgetsz egy 20 évessel. Mindenki mondhat két dolgot, amire a 20 éves hülyén néz rá. Tessék, mit mondasz neki? Ott áll a fiad, 18 éves már, és fogalma nincs dolgok. Mit tudunk neki mondani, hogy mi az, amire emlékszel, vagy nem emlékszel? De ilyenek is lehetnek, akár hogy a panel, akár a linoleum. Azt mondja neki, hogy linoleum. Tudja, mert látott mondjuk ilyet az iskola szertárban. De hogy nem tudja, hogy az a panellakásokat mondjuk azzal borították be. Hát mint az Osztyapenkó. Közlekedésben rengeteg ilyen az van, meg volt. Én évekig toltam például ezt a Népköztársaság útja meg Nofét tér témát. Fogalmuk nincs. Oda jártam, a Vörösmarty utcánál volt az iskola, ahol jártam, a középiskola, és hát ugye Andrássy út, illetve... Milyen tér? Nofét? Nofét tér. Ja, Nofét. November 7-én tér. Igen. Aha, igen. De kifejezésekben is lehet gondolkozni. Tehát például azt mondod neki, hogy május 1-e felvonulás. Nem, már nem tudja.
nem érti. Ah, ugye? Luffy, Weasley. Hogy megyünk felvonulni. Vagy legalábbis más jelent a számára. Hát más jelent, igen, neki egy tankcsapda koncertet, mint amin, ahol vonul, vagy egy Balaton Sandot, vagy egy Love Parade, mint ami volt régen, vagy Budapest Parade. De például ilyet nem tudna, hogy mondjuk május egy felvonulás. Nem? Vagy azt mondod neki, hogy te olyan kulcsos gyerek voltál. Kulcsos gyerek. Ugye, hogy ezeket ők már egész egyszerűen nem értik. Ugye a kulcsos gyerek az volt, akinek a nyakába akasztott a szüle a kulcsot, reggel elment, este hazajött, és a gyerek egész nap jött, ment a lakásra, ott logott a kulcs a nyakába, a kutya nem foglalkozott vele, saját maga ura volt. Csibészkedett, utcán nőtt föl, rászokott erre arra, vagy éppen csak hát kulcs volt a nyakába. Nem? Uh-huh. Ezeket egyszerűen már nem értik, hogy ez micsoda. Egyre kevésbé használ, vagy értik szerintem a proli szót is. Hát azért azt tudják, hogy mi a proli. Jó, de csak miattam. Mert életben tartom. Az, hogy minden reggel felhívod erre a figyelmet. De itt vagyok két. Élő mementóként. Ha abba hagyod a rádiózást, elfelejtik, de addig minden reggel eszükbe jut. Olyan van még, hogy munkakönyv. Munkakönyv? Nincs. Hát szerintem már nem tudják, hogy ugye? Mi az. Tehát, hogy mikor valaki elkezd melózni, nekem megvan. Megkaptad a munkakönyvedet. Eltettem az enyémet, megvan. Szenzációs, hogy vajon nyilván nekünk is kihalt egy csomó minden, amit a szülőink vagy szüleink igen. mondtak, az a generáció is tud nekünk olyat mondani, de hát nyilván jó. azért azt az ember igen. tudja. A vagy Maszlov a mi nagymamáink. Meg a Beszkárt. Igen. Tehát, hogy ezek már nyilván már marhára nincsenek. Vagy a mi nagyszüleink, dédszüleink ugyanezt el tudnák, vagy sajnos, ha élnének, ugye tudnák velünk játszani, hogy mond nekem három olyan szót, amiről te már csak úgy gondolkozol, hogy ezt most vajon hova teszed. Azt mondom, hogy 16 évesnek itt találkozunk a Felszab téren. Hol száll le? Igen. Hol száll le? Uh-huh. Nem tudja, hogy hol száll le. Kincsem, ott van valahol a sifonérba eltéve. A Stelázsi mellett. A Stelázsi mellett a sifonérba ott van eltéve az Eszcájk mellett. Mángorló alatt. A mángorló alatt az Eszcájk mellett, ugye? Igen. És állsz hülye, hogy most akkor mit kell csinálni. Mama, hova menjek? De tessék, ma egy 22 éves, 20 éves, most nem tudom a pontos korosztályt belőni, azt mondta, hogy figyelj, este 6 Felszabtér, mert elmondod a Felszabtéret. Nem, azt nézd rád, hülyén, hogy Felszabtér. Hát most hol szálljak? Mit írsz? Ez hülye? Mi az, hogy Felszabtér? Mi az, hogy Felszab? És mondanak egy felszabadulás. És ezt már így, ezt szintén nem tudja hova tenni. Persze nyilván itt írnak a hallgatók nekünk egy csomó mindent, szerintem van, amiről hallottak, tehát az, hogy kazetta, azért azt nyilván tudják. Uh-huh. Narrátoros videó, ezekről így azért lehetett hallani, meg ezekről azért sok mindenki beszél. Inkább egy-egy olyan kifejezés, amire ők már rácsodálkoznak, vagy ami már egyáltalán nincs. Az internet segít a Felszab térre, elsőre a Ferenciek terét dobja ki. Nem is gondoltam, így írod be Felszab tér, elsőre Ferenciek tere, Wikipédia. Igen. Őrsgyűlés, írja egy hallgató. Őrsgyűlés. Tudható, hogy mi az, de már ő erre nem emlékszik, ugye? Hogy ott mentél, vagy kisdobos, vagy úttörő ruhába, vagy az csak úttörőknek volt? Vagy az nem, hogy az volt? Ős az hogy hívják? Úttörő az őrs. Nem, az kisdobos őrs. Igen? Igen. Az úttörő az már csapat volt. Úttörő őrs is igen. volt. Igen, a kisdobos őrs, kék nyakkendő. Gyerekkorom nagyon összét rendőrösen tölt. Azt mondjátok meg nekünk, hogy minek kellett sípot akasztanunk, hogyha vízbe vagyunk és fulladunk, fújjuk igen. meg. Hogy, tehát mire volt jó a síp? Veszélyi helyzet esetén, hogyha igen. megtámadják a szemét nyugatiak a szocialista hazánkat, akkor tudjál riasztani. Amikor több úttörő megpróbál megbecsülni egy kis dobot. Igen. A nyakkendőt értem, a pirosat értem, a kéket értem, különböztessük meg a kéket a pirostól, tudom, hogy te kis pisis, hülye kisdobos vagy, te már nagyon menő úttörő vagy, de amikor anyám mindig begombolta az ingemet, kinyitotta a zsebet, berakta a sípot, és visszagombolt, és lógott az a kötél, amire minden egyes padban... Sípzsinór. Sípzsinór, hát én kötél. Hát neki kellett, hogy ne hagyja el. Hallod, Balázs, megnézze, hogy bizonyítványodat. Lehet, hogy szükséged lesz erre a kötélre. Nekem akkora volt a fejem, hogy csak kötél. Zsinór nem érte körbe, nem tudták begombolni a zsebembe. Az összes padba fölakadta. Minek volt az? Fújd meg, ha baj van. Igen. Benne volt a 12 pontban? Az úttörő, a kis dobos 10 pontjában, vagy 12 pontjában, hogy fújd meg, ha baj van. Soha nekem, senki nem mondta, hogy mire kell a síp. Nekem csak sípzsírod, ha volt sípó például, soha. Tehát, hogy ő magába, tehát valaki megfújta nyilván. Igen, írja valaki brigádnapló. Kis vezetőkéző vannak. Valaki csak annyit ír, nagyon nagy, nagyon gyönyörű. Könyv. Kicsit, igen, ez egy kicsit nevelő szándékkal, igen. Nevelő szándékkal, igen, igen. Könyv. Ez egy nagyon, nagyon szép kis megfejtés. Igen.
Miért akarsz te Bali 20 évesekkel találkozni? Hát... Hisz már egy generáció választ el tőlük. Igen, hát, miért akarnám? Miért akarnék én a saját potenciális gyerekeimmel találkozni, érted? Mennyi vagyok? 37, 20? Egy 20 éves simán a gyerekem lehetne. Hú, erre nem akarok beszélni, beleörülök. Sercli, ez nem. Hát Sercli tudja szerintem mindenki. Szerintem nem. Nem. Én már nagyon régen nem hallottam. De miért te nem mondod a virágnak, azt mondod, add ide a kenyér csücskit? Azt vagy... mondja, hogy csücskit, de Sercli nem mond. Add ide a kenyér vígit. Add ide a dombos kenyeret. Csippencs le a félbordának a csücsekét. Hey. A dombos részét adod, szeretem a dombos részét. Szóval, hogy hát a sert, de jó, de azért az úgy nem hal ki, tehát ahol háztartásokban használják, azt a gyerek is úgy használja, hogy sercli, nem? Nem tudom. Vagy ez a szó, ez eltűnik előbb-utóbb, a sercli? A brúgó, az is eltűnt. Brúgó. Hát a kenyérnek a sercliája, ja. Igaz, a brúgója. Na, ez például annyira eltűnt, hogy én soha nem is hallottam. Nézzél rá. Brúgó? Brúgó. Brugó. De ez felétek valami messzi Mordor? Persze, Mordor, az, igen, és persze, a disznóvérbe már jogadtuk. De nálatok ott Vasudvar környéket, én nem ismertem, ez már gondolom valamilyen tájegységnél, hogy ez nálam. Brugónak is hívták, ja. De felétek? Uh-huh. Arra felé? Uh-huh. Brugó? Brugó. Ad ide a brúgót? Ad ide a brúgót, a serclit, a érdekes, hát erről csináltam érdekes, hogy mit, hol, hogy hívnak egyébként, igen. ez is egy jó téma lehetne. Indigó, írja valaki. Indigó. Hát szerintem senki nem használ manapság indigót. Hát ugye a másolásokhoz, tehát hogy legyen belőle rögtön egy, vagy két, vagy három tartalék példány, azért használtak, berakták két lap közé, ráírtak a felsőre, meg volt az eredeti példány, és meg voltak a másolatok, és undorító egy sztori volt, mert hogy marha könnyű volt elsatírozgatni, meg összekented vele a kezedet, összekented vele a cuccodat, nagyon gáz volt. És ha meggyűrődött, akkor a másolaton volt keresztben egy ilyen igen. Nagy kék. Az nagyon gáz volt. Tintaceruzát azt használnak még? Hát szerintem már azt is egyre ritkábban. Életem első egyesét úgy kaptam általános iskolába, hogy nem volt otthon normális ceruzánk, viszont apámnál mindig voltak ilyen tintaceruzák, meg ilyen ágyceruza, meg ilyesmi, és éppen akkor egy tinta került a kezembe. És mondta, hogy nem tinta. Következő történt, a Vali néni berakta szépen az ujját, a mutatóját a szájába, megnyálaszta, és megdörzsölte. De ez beégett. És aztán, hogy hívják, tök lila lett az egész, életem első egyese. És aztán még hány jött. Ugye? Megnyitottad a sor. Ott indulta meg a lejtő. Élmunkástér, emlékeztek? Élmunkástér. Az élmunkástér következik. Hát ez így ebben a formában már nincs meg, nem is biztos, hogy baj, hogy ezt már a mai fiatalok nem tudják. A síphasználatnak voltak jelei egyébként. Tényleg volt egy kis füzet, igen. És abban le volt írva, hogy ti-ti-ti, és még ilyen jelekkel is, hogy pötyvonal, hogy mit fújjál, ha baj van, mit fújjál, ha SOS van, mit fújjál, ha mit tudom én, meglátod anyádat, meg nem, tehát ilyenek. Mit fújjál, ha vernek. Olyan volt, hogy otthon felejtetted véletlen sípot jelezni akart, és azt kérdezted, hogy pötyvonal. Pötyvonal, mondanám, van a pötyvonal. Úristen, Balázs veszély. Esős, titi-ti-tá-pá-tá-titi-ti. Nem, én akkor még így beszéltem, tehát én egy állandó segélyhívás voltam, így beszéltem állandóan. Na jó, írjanak még a hallgatóink, jó, hogy mi az? Például a KISZ és a TS, de hát ezekről már ugye beszéltünk. TS se nagyon tudja, senki, ugye most már. Sajnos. Milyen jó volt a régió dolgokból, nem maradt semmi. Életünk a TS-be. Na. A TS-ben ugye már senki, sajnos. Közös vagyon. Igen, 3 meg 2 vágó az. 4. Egy lemaradt valahol. TS-elnök úrnak elmentek. Ha így ez, ahogy hívják az összeadások, így ment. Nagyon jó kérlek, szebezgetünk még ebből, jó? Tehát mondjuk lőj be a kort a 20 évesekhez, jó? 20 éves alatt mi olyan szót tudsz, jelentést, fogalmat mondani egy 20 évesnek, amiről már fogalmanik. Zárkoztassuk már fel őket, nem? Hát kicsit, most persze, érte. Hát most szerintem ők ezt imádják, ott ülnek, hallgatják, és próbálnak a régmúlttal megbarátkozni, hogy úristen, mikről maradtak le. Morning Show. A Klassz FM-en. Igen, ugye arról beszélgettünk, hogy mi az a szó, vagy mi az a fogalom, vagy mi az a jelentés, amit a mostani 20 évesek már nem tudnak. Nem is tudom, hogy indultunk már el, vagy hogy jutottunk el ide, csak úgy hirtelen. Az osztyapenkótól. Az osztyapenkótól, tényleg, elkezdtük így összegyűjteni azokat, hogy mi olyat tudsz mondani egy most 20 évesnek, aki ugye hát igazából ezeket a szavakat még nem hallott, hogy ne ismerje, és hirtelen ne tudja, hogy miről van szó. Jó SMS-eket írtak a hallgatóink.
Itt van egy, aki azt mondta a lányának, hogy találkozzanak valahol, és a kislány máshol ment. A lányomnak mondtam, hogy találkozzunk a Corvinnál. Felhívtam, azt mondta, bent van a cipőboltban. Negyed órát kerestem, mire kiderült, hogy én a Blahán vagyok, ő pedig ugye a Corvin közben, abban a bevásárló központban. Hát igen, hát nekünk ugye a Corvin az teljesen mást jelent, igen. A párom 18 éves fia nem is tudta, hogy volt a tévében bemondó nő. Szép napot, Zsolti! Emlékeztek? Bizonyám. Igen, mert ebben a formában nem volt. Tamási Eszter például, Isten nyugasztalja. Bemondó nő volt. Ja. Igen, hát sokan voltak. Persze, hát nagyon-nagyon-nagyon sokan voltak, és mindig bemondták, hogy minden műsor után megjelentek, és bemondták, hogy mi lesz, illetve volt, amikor hosszabban mondták, hogy utána híradó, híradó után zenebutik, zenebutik után a Delta ismétlése, és elsorolta neked egészen, mit tudom én, este 10-ig, és aztán jó éjszakát kívánt, és elköszönt, mondta, hogy ő ma már nem jön. 21 óra 30 perctől felnőtt nézőinknek a Támadás egy idegen bolygóról című amerikai sorozatot vetít. Igen, igen, tényleg. Azok de jók voltak, úristen. Akarsz egy ilyen? Figyelj. Ez vers mindenkinek. Várj, ez reklám. Talán ismernek már engem az osztrák tele. Várjál. Jó, erre hol? Várjál, kivettük a mosó. Várjál, meg kell sem, hol a bemondó. Itt van, figyelj. 19 óra műsorainkról. Tényleg szót további műsorainkról. Na, várjál. Okay. Na, tehát, drága fiatalok, ez volt régen a televíziózás. Ez történt. Megjelent egy nő, és elmondta, hogy mi lesz. Ugye? Hát nem olyan modern formában, mint most, de nagyon szórakoztatóan. Lőrinc Gabriella egyébként. Kedves nézőink, most néhány szót további műsorainkról. 18 óra 45 perckor estémese. 19 órakor aktuális politikai hetilapunk a hét kezdődik Sándor István műsor vezetésével. 20 órakor híradó 10 percben. Utána Balassi Bálint egy könyörgés című versét elmondja Cserhalmi György és Cseh Tamás. 20 óra 20 perckor Tű a szén a kazalban. Az 1981-ben készült angol film két főszereplője Donald Sutherland és Kate Nelligan. Most nézzünk meg ebből néhány részletet. Ó, ez már ajánlós volt, ez már profi. És itt már részletet is tettek be a filmből. Profi. Hoppá, már jön a részlet. Nem indul el a részlet. Jó, és itt már csak a részlet van. Na, azért ez klassz, nem? De és ugye ahhoz kötődik az a legendás eset, hogy volt az a rész, amikor ők még mesét is mondtak, esti mesét. És nem tudom, megvan-e, hogy Szabó P. József, ugye? Szabó P. József. Igen. József volt a bemondó este, illetve napközben. Kovács P. Persze, köszönöm, Kovács P. József. Horváth. Na jó, ne szórakozzál már. Nagy! Nincs meg ez a történet? Igen, és utána az esti bemondó nő az beteg lett, rosszul lett, őt visszahívták, és neki kellett felolvasni a mesét. És így kezdődött a mese, szervusztok, kedves gyerekek, én vagyok a tyúkanyó, itt ülök a tojásaimon, és most én fogom mondani nektek a mesét, ami egy nő szájából jól hangzik, de Kovács Pétől le vagy. Van másik is, figyelj. Jó estét kívánok! Kellemesnek és érdekesnek ígérkezik a továbbiakban a vasárnap este. Érdekesnek, izgalmasnak is mondhatnám, hiszen először krimit láthatnak. A két férfi egy eset című NSZK bűnügy. Két férfi egy eset, megvan? Hát mekkora gyöngyszem volt. Két férfi egy sorozatból egy esetet, melynek címe A gyilkosság vegytana. Ennél többet természetesen nem árulhatok el róla, hiszen mindent önöknek kell majd látni, izgulni és kitalálni. Viszont az ezután következő Van 5 perce című zenei sorozatunkról mindent elmondhatok. Csajkovszki, Rómeó... Na, de milyen szépen beszéltek. Nagyon. Tehát ez a fajta szép beszéd, azért ez ugyanakkor valahol egy kicsit ugye velejárója a dolognak, de kihalóban van, mind a tévéből, mind a rádióból, tehát így azért, ahogy ők beszéltek, ugye? Szépen beszédtechnikailag, légzéstechnikát tanultak, tehát hogy azért az annak akkor még kultúrája volt. Meg külön engedélyhez kötött. Hogyne? Volt a televízió is. Persze. És a rádió is. Bizottság volt rá, kamera, illetve mikrofon engedélyt kellett szerezni. Bizony, és légzéstechnikát tanultak, beszédtechnikát tanultak, tehát oda akkor úgy még bárki nem ülhetett, mint a mostani időkben, amikor tulajdonképpen bárki mikrofon... Köszönöm meg... mindenkit a modorosság órán. Ez már nem tudom, mit csinál. Na, ezek jók voltak.
Csinálom majd egy ilyen adást, amikor csak ilyen retro dolgokat nézzük meg, hallgatunk. Nagyon, jó, nagyon sok van, és hát még ott vannak a vetélkedők, ott vannak még az egyéb tévéműsorok, hát van egy-két gyöngycem. Osztyapenkot egyébként, meg Steinmetzt meg lehet nézni a Memento Parkban. Tehát, hogyha valaki esetleg a fiatal közül érdeklődik az iránt, hogy hogy is néztek ki, ezek a szobrok még voltak. Gondolom, sokan átbarátszok vannak. Már erősítik a jegypénztárat. Aztán ide egy másik hallgató, hogy valaki mondja meg nekem csak azt az egy dolgot, hogy mi a fene az az STK? Az kérdezik. STK. Kérdezik, igen, hogy mi az az STK? Tényleg. Tényleg, jogos. Tudod, mi volt? Biztos szociális. Nem, szakszervezet. Szakszervezet? Szakszervezet, persze. Az STK. Az STK, így van. Hogy lenne már szakszervezet? Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja. Jó, ide jó. Fú. Ez volt az STK. Nem emlékeztek erre? Vörösvári úti, menj el a Vörösvári úti STK-ba. Hát a Vörösvári úti STK. És az ha az OTI-ba küldtek, akkor hova mentél? Országosba. Igen, ez volt. Szakszervezetek a Társadalom biztosítási, vagy társadalom biztosítási központja. Igen, ez volt az STK, ugye ez így jött ki. De ezt még mai napig is használják egyébként. Még a Vörösvári úti, még mész az STK-ba fogolvasod? Én mindig azt szoktam mondani, hogy az STK-ba megyek. Hát hova mész? Hát a városhez utaz az STK-ba. És néznek rá, hogy... De nem, ez az, hogy nem. Hogy tudják? Mindenki tök természetesen. Ja, persze, hát mész az STK, hát hova menném? Hát soha. Te, nyom. Kis proli. Hova menném? Magárendelőbe? De nem, már én is sokáig mentem az STK-ba, persze, hát az abszolút jó volt. Lutra albumot írták még nagyon sokan. Nagyon jó volt. Ugye ezt se tudod, mit jelent, illetve a tejfölös dobozban az iskola tej. Uh-huh. Tehát ezt igen. Most bemondod egy 20 évesnek, hogy nekünk még volt iskola tej, hát az megint egy olyan fogalom, hogy az nem tudja hova tenni. Takarékbélyek, Istenem, de szerettem. Gyűjtöttetek? Nagyon, persze. Hát meg ünnep volt minden nap, amikor bele tudtam nyálazni egy 10 forintos, 20 forintos, úristen, én bringára gyűjtöttem. De sose lett meg. Soha nem lett meg. Nem telt be, igen. Vagyunk így. Marára nem jött össze. Megnéztem egyiket az úttörös sípot, és a hátoldalán a következők vannak. Vigyázz! Gyülekező! Na, vigyázz előre! Állj! Sevesen! És SOS! Együtt ébredünk, Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Gyerekek, hát szörnyű hír az, amit ír a mai bulvár, mert hogy van egy, hogy is mondjam, támogatottunk, akinek hát végig drukkoltuk már a lánykérését, végig drukkoltuk a szinte a jegyvásárlását, a repülőútját, már mindenét, szinte már mi is azt éreztük, hogy ott vagyunk fél lábbal Nigériában. Erre mit hoz ma le a bulvár? Szörnyű sóhajtások közepette kellett konstatálnunk, hogy Pákó jövőbeli apósa, vagy hát potenciális apósa áthúzta az esküvőt. Hihetetlen. Pákó nem megy Nigériába. De legalábbis esküvő céljából. Arra fele lassan terjednek a hírek, hogy Pákó nem tett egyértelmű arra utaló jeleket, hogy el szeretné venni a lányát, vagy azt hitték, hogy ez egy poén? De nem. Vagy volt lánykérés. Persze, kiment a lánykérés, és igen, a lánykérés. Csak Fater nem volt otthon. De ő otthon volt, csak azt mondta, hogy nem. Aha. Nem, és menj ki. De nem a... Nem, menj ki inni, te. De nem az volt, hogy ott igen mondott, csak valamire rájött, vagy összetett, vagy megébredt, fölriadt, és azt mondta, hogy jaj, mégse hagyom, hogy Pákó elrabolja a lányomat, és utólag, mert ugye a lánykérés egy hónapja volt, hát most már repülőjegyük van, állítólag március végén tényleg mennek Nigériába, tehát ez le van szervezve. Most ahhoz képest, ugye, jelen pillanatban az após jelölt egy tolvonással áthúzta, hogy már pedig ő nem adja oda a lányát, nem lesz esküvő. De már egyszer odaadta. Hát gondolom, igen, hát a lány kérése már a Pákó nem azt mondta, hogy elment lány kérni? Nem, nem azt mondta, hogy már volt Erdélyben? Amikor beszéltünk vele, akkor mondta, hogy indul Erdélyben, nem? De. Hát jó, de ez egy hónapja volt, hát azóta csak odaért. Lassan megy körbe. Egy hónapja mondta, hogy ma ezen a hétvégén megyek, vagy jövő héten megyek, de hát gondolom azért ezt egy hét alatt lehetett abszolválni, hogy az ember elmenjen Erdélybe egy lánykérésre. Az a baj, hogy annyira biztosan állította, hogy hozzá ez a lány hozzá fog menni, meg hogy le van szervez már az esküvő, meg hogy 2000-en lesznek, vagy ilyesmi, hogy az ember azt gondolta, hogy tényleg ez a dolog már abszolút le van zsírozva egymással. Nem lehet, hogy valami kis
áldomásívás közben betöltött fel, vagy nem tudom, és hát ugye nem voltak tudatában annak, hogy mit mondtak, nevetve mondták, hogy persze, vedd el feleségül. Hát mondjuk egy székely ember mit szűr le a Pákó beszédéből, az is egy nagy kérdés nekem, mert hogy mi magunk se értjük. Igen. Tehát hát még egy ilyen jó ízes beszédű székely ember, ha meghallgatja. Hát gyerekek, azért a lányodért eljön a Pákó, állsz ott a kis kalapotban, nem? Te adnád? Igen. Hát. Szóval, hogy azért ember legyen a talpán, aki erre azt mondja, hát vidd barátom. Becsönget, bauni, jöttem a lányod, hát azért ember legyen a talpán, aki azt mondja, hogy persze, hát vidd. Te rád vártunk, édes fiam. Nagyon nem kell szeretni a lányodat, ha gyorsan odaadod. Szóval igen, hát ember legyen a talpán. Na de megkérdezzük a hőst, hogy mi a helyzet a nigériai esküvővel. Lesz-e nigériai esküvő, megkapta-e hőnáhított szerelme kezét? Bauni! Bauni! A leges, legboldogabb ember az egész világon. Az egész, nálad nincs boldogabb ember, komolyan. Bauni Pákokem. Csak nem megint jó kedved van, hát ezt imádom. Igen, igen, jó kedvem van, ahogy mindig is. Jó kedvem szokott lenni. El kell, hogy mondjam. És most minek örülsz, hogy mégis aglegény maradsz? Vagy? Na, mi az öröm oka? Igen, hát szörnyű híreket olvasunk az esküvőről, és az após jelölt tolvonással áthúzott esküvőjéről, vagy a te esküvődről. Mi van most, hogy mi történik? Hát az van fiúk, hogy a múlt héten hétvégén voltam a Erdélyben, a Gyergyószent Miklóson, azt ugye megkérem a lány kéze, a szapjától. Becsültem a szapjával. Na de már egy kicsit, akkor ne siessünk ennyire, hogy zajlott? Tehát együtt mentetek, kiszálltatok az autóval, bekopogtatok? Igen, együtt mentünk, nagyon-nagyon izgultam, izgalmas volt bennem, és ha beléptük az ajtón, hát kérem szépen, üres kézzel mentem oda. Én azt gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz a minden, megkérni a kezé az apjától. Kérem szépen, előadtam az apjának, hogy letértem a fordon. Letérdeltél? Tehát letértél a fordon, és megkértem a lányának a kezé az apjától. Amit nagyon-nagyon-nagyon orrult neki, nagyon-nagyon vidám, azt, hogy megkértem a lánya kezétől, csak annyi tanácsot nekünk, azt, hogy a gyerekek, ez nem túl kapkodás. Ja, hogy nem túl gyors ez a dolog. Aha, igen, tehát hogy kérdezte, azt, hogy... Igen, azért túl kaptuk minden, ami teljesen lejött a újságban, teljesen más, mert a részben igen, és részben nem. Ja, nem igaz, amit a újságban leírta, mert a telefonon zajlott a beszélgetés a újságíróval. De ezt azt tudja, amit most mondtam. De most akkor odaadta? Igen, nem adta oda. Nem adta oda, de az újság is ezt írja. Kategorikus nemet nem mondott, csak azt mondta, hogy ne kapkodjatok, várjatok még egy 20-30 éve. Addig már megöregszem, gyerekek. Nem azt mondta, hogy várok a 20-30 éve, hanem azt mondta, hogy várok, hogy legalább egy 2-3 hónap, azt tudja, jobban megismerjük egymással, mert a párom ugyanúgy elvált, és nagyon-nagyon nem volt szép, amikor elváltak először. Na de akkor most utaztok márciusban, vagy nem utaztok? Utaztok márciusban, vagy akkor most vártok egy kicsit, és lefújtátok egyelőre márciusi esküvőt? Nem, Balázs, el kell, hogy mondjam, őszintén leszek veletek, el kell, hogy mondjam, azt, hogy a székelyek, én tisztelem a székelyeknek a angyomája, meg a kultúrája, mert tényleg muszáj, kötelező megkérni a kezdet az apjától. Igen? Mert ez az angyomány a székelyen. Ez az angyomány, mivel nekem edi párom van, nekem is el kell követnem ezt az angyomány. Vagyis akkor nem mentek?
De megyünk, csak azt, itt a kérdés, azt, hogy meg kell válni, mert az apósom nagyon-nagyon jó ember, nagyon-nagyon jó a jó szíve van, és nem akarom, hogy a szülőket, hogy a rosszból leesek innen. Ezt tanácsot ad nekem, azt, hogy a Dája, mint Dájának hív engem, azt, hogy Dája, és akkor most mentek, csak nem márciusban, tehát akkor toltátok a jegyeket, átbukoltátok, átfoglaltátok, és akkor most nem márciusban mentek, tehát vártok? Igen, nem megy március 29-en az a repülőjegyet, még a minden. Én már telefonáltam a Afrikába is, ahhoz szerintem mondtam neki, mi a helyzet, hogy mindenféleképpen így a toljuk még előre ez a szeskúval. Meglepően, mert ők is vártak minket otthon, de meglepően azt mondják, hogy jó van, ezt akarunk, akkor legyen azt. Megértették, hát ők is tudják, az angyomáj az angyomáj. Ez a széki angyomáj. Figyelj, de még megszöktetheted, hát ott van az a lehetőség. Ne, csapd a hónod alá, vidd át a zöld határon, valameddig csak eljuttok. Hát próbáld megszöktetni, hát egy jó mennyasszony szöktetés, hát utána benne elkapnak, az biztos, de hát megszöktetheted. Abszolút, és el kell, hogy mondom gyorsan is, hogy ott, amikor visszajöttük a Romániából, találkozott pár barátommal, és azt mondta nekem, hogy azt tanácsa nekem, hogy a Pákó, hát nem szabad elmenni a Erdélybe, vagy a lánykérés, azt, hogy te üres kézzel menjek. Ja, hogy nem vittél ajándékot. Azt mondta, miért nem viszem neki legalább 12 keske és 12 csíke. Hát legalább orrot volna, és akkor iget mondott volna, érted? És azt hinti leszek, az apósom nem vágyik a 12 keskére, vagy a 13 csíkére, csak annyi tanácsot azt, hogy várom még egy pici, mert ez a kapcsolatunk. Van esze az öregnek, van esze. Széke ember, jól megfontolt. Tudja, hogy nem kell kapkodni, nem kell sietni. Az idő nem minden megold. Sietni. Ha ez a dolog tart, még egy fél év múlva ráér az eskü. Akkor tanácsol majd még fél éve. Aztán majd csak lesz valami. Igen, hát persze lesz belőle. Anyukád szomorú volt, hogy nem mentek? El volt keseredve? Igen, el voltak keseredve, meg tényleg vártak minket a másszusra. De megértettek a helyzet, a székelyek helyzet, hogy itt a hagyomány van, és kultúrá van, amit meg kell követni. Egy nigériai, magyarul beszélő, Magyarországon tanuló ember elmegy egy székely lánykére, és a zseniális. Tehát az egész történet annyira jó, nem? Hát te hihetetlen. Te tényleg, szenzációs. Igen, hát ilyenok a szerelem. Így van, meg kéne filmesíteni. És úgy szinkronizálnának téged a magyarban. Igen, már ilyenok a szerelem. Jó van, legközelebb ész, vigyél valami ajándékot, mit egy üveg pálinkát, valami ételt, ital, valamit, nem? Hát valamit vigyel. Meg lehet, hogy a 12 kecske. A kecske nem rossz, igen. Csak lehet, hogy keveselte a 12-t. Igen. Tehát, hogy már de maga nem, felvetési nem, sértő volt. Hát 24-et kellett volna. Igen, vigyél ajándékon. Hát de honnan szerzem így 12 kecske? Vegyél, beszélj a hangával. Ott mindig van szaporulat. Állatkert, a diszkant. Ha te már 10-et veszel, ott már diszkontot kapsz, akkor gyorsan tudsz egy kicsit alkudni a 10 kecskére. Jól van, Pákokám, na vigyázzál akkor nagyon magadra. Jó, minden oké. Szeretjük egymásra, együtt vagyunk, minden oké. Szerencsé, hogy nem vettük meg a repülőjegyet, nem? Hát most akkor bebunkolhatnánk. Vagy sztornobiztosítás, vagy átbúkolni. Hát gyerekek, hát komolyan mondom. Hát majdnem rászerveztünk itt egy kitelepülést, hogy megyünk a nigériai esküvőre. Nektek is akartam venni a repülőjegyet. Azt gondolom. Azt én pont így gondolom, hogy te ezt megvetted volna nekünk, igen. Te nekünk repülőjegyet, csak három olyan dolgot érzek ebben a kijelentésben, ami szerintem nem állja meg a helyét. Jó van, Pákokám. Na vigyázz magadra, szeretünk, imádunk, vigyázz magadra. Jó. Bauni! One day I will love, one key. One day I will love, one day. Ez a volt. Mit csinálsz?
Nem neki a legjobb. De mondd meg, nem neki a legjobb. Hát gyerekek, van bármi gondja az élet? Mm. Itt vagy még? Ahó. Hallottátok? Nem, nagyon jó volt, hogy hallottam. Szenzációs volt. Ez őrületes jó. Annyira jó volt, hogy... Tehát komolyan mondom, hát nem tudunk szavakat találni. Na jó van, vigyázz magadra. Bauni! Mellé teszi a telefon? És beleszövi a dalba, hogy emlése hallottam. Hoho. Hoha. Te nem vagy százas, imádom, nagyon jó vagy. Komolyan, veled el kell utazni valahova. Pákokám, vigyázzál magadra, jó? Szevasz. Ciao. Bauni! Hoha. Hát jó Isten. Hát csoda, hogy elbizonytalanodott az após jelölt. Gyerekek, én mindent értek. Ha én lennék a lány apusa, azt gondolom, hogy én se akarnám odaadni a lányomat. Tehát, mondjuk egy ilyen vidám embernek, hát kinek? Kinek, ha nem neked? Na, szevasz, Pánko. Szevasz. Ciao. Elő. Sziasztok, sziasztok. Ja, Istenem. Itt vagytok mi? Figyelj, van egy gomba a telefonodon, azt nyomd meg a gombot. Nem találom. Jézus meg. Jézus, atya úr. És ez még órákig így mehet. Imádni való. Szevasz, Pákokám, nyomd meg a gombot. Jó? Szevasz. Ciao, ciao. Na. Hú, életlenül. Atya, és a gyerekek, ha esetleg szólott a klassz, szegény. Ezt most az öreg hallja, a vége. Az kasszával neki indul a világnak. Már csomagolnak költöznek. Ő jönnek Pestre. Elindulnak Pestre, traktorra, kasszával, kocsival, amivel jönnek. Tehát ez, hát most mondd nektek, odaadnád a lányodat? Ugye? Hogy az öreg nem, okos. De húznám egy kicsit, hogy szórakozni. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show.